Füvesítési akcióval ösztönzi Nyíregyháza lakóit a Nyír VV, hogy a megye székhely minél zöldebb településsé válhasson. A lakossággal közösen szeretnék növelni és javítani a város zöld felületeinek nagyságát és minőségét. Ezért évekkel ezelőtt létrehozták a Szomszéd fűje mindig zöldebb pályázatot, amelyet idén újra meghirdettek. Minden városlakó, illetve intézmény pályázhat az ingatlan előtt lévő közterületre 1 kg fűmagra, illetve 1 köbméter komposzttal kevett termőföldre. Ezt múlt héten hirdettük meg ezt az akciót, már több tucat jelentkezés érkezett. Ugyanilyen népszerű a január közepén meghirdetett ürtes egy fát akciónk is. Itt február 15-ig várjuk a városlakók, illetve intézmények, cégek jelentkezését közterületen elültetendő fák, illetve cserjék ügyében. A pályázatokat érkezési sorrendben bírálják el, és ez alapján a készlet erejéig ingyenesen biztosítják a fűmagot és a komposztos termőföldet. A szakemberek az adott helyszínen személyesen is vizsgálatot tartanak a megjelölt területről. A sikeres pályázat legfontosabb feltétele, hogy közterület legyen. Fontos, hogy aki tavaly pályázott és nyert, azoknak a pályázatát már nem tudják idén befogadni. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján én azt gondolom, hogy a keretünk az megvan rá, eddig minden évben sikerült azokat a pályázókat sikeres pályázatban részesíteni, akik igényeltek. Tavaly a fűmag és komposztos föld vonatkozásában 236 pályázat érkezett, ebből 68 került elutasításra, mivel nem közterület volt, illetve nem lehetett, 33 pedig nem vették át a megítélt fűmagot és földet. A társaság honlapjáról letölthető a pályázati adatlap, amelyet kitöltve kell visszaküldeni postai úton a Nyír VV Nonprofit Kft. 4403 Nyíregyháza Postafiók 14 levelezési címre, vagy e-mailben a városszépítő@nyirvv.hu címre. A pályázatok beküldésének határideje 2022. február 28-a. Ugyanitt letölthető a fásítási programhoz szükséges adatlap is. Ennek kitöltésével és visszaküldésével azonban már jobban kell igyekezniük a városlakóknak. A beküldési határidő ugyanis február 15-e.